Jó napot kívánok, Borsos Verona vagyok. A Szervánsz Témác általános iskolában dolgozom. A mai napon a testvérekről fogunk beszélgetni. Neked van-e testvéred? Ha van, akkor mondd el, hogy mi mindent tudtok együtt csinálni. Ha nincs, akkor gondolkozz el, hogy mi mindent tudnátok együtt csinálni, ha lenne testvéred. Hát én és a testvérem együtt tudjuk tartani a születésnapunkat, de nem vagyunk ikrek, ugyanabban a hónapban, ugyanabban azon a napon születtünk, 4 év eltéréssel. És te mi mindent csinálsz együtt? Kassák Lajos testvérkékről írt egy verset, hol játszanak a gyerekek. Hallgasd meg! Kassák Lajos testvérkék. Barna dombon zöld berek, kószál benne 2 gyerek. Egyik neve Pannika, másiké meg Jancsika. Málnát szednek zöld időt, sose láttak ennyi jót. Csellengélnek estelig, de a zsákjuk megtellik. Anyu is már vár rájuk, megveti a kis ágyuk. Szalmán innen, szénán túl, szemecskéjük lezárul. Ringó hátán egy halnak, álomföldre utaznak. Hol is sétáltak a gyerekek? Barna dombon, zöld beregben. Hát a domb, azt tudjátok mi? Kiemelkedés. Viszont mi az a bereg? Egy vizes, sima felületen, amikor kiemelkedik egy dombocska ebből a területből, ott megnőnek a nagyobb növények is, mint a fűszálak, és ezt nevezzük bereknek. A berek tele van bokrokkal. Mik azok a bokrok? Tudományos szemszögből a bokor olyan fás szárú növény, amely a föld fölött elágazik. Na most a mindennapi életben, a kertészetben a magyar nyelv megkülönböztet bokrot és cserjét. Tehát a bokornak vastagabbak az ágai, és sokszor történik az, hogy kiszárad egy-két ág, vagy az emberek kimetszik, és egy ág megvastagszik. Nem túlságosan, csak mondjuk rá, mint akarom. És ezért van az, hogy egyes bokrokat fáknak és bokroknak is nevezünk. Például füge bokor, füge fa. Magyaró bokor, magyaró fa. Bodza bokor, bodza fa. Mi a cserje? A cserje ugyanúgy fásszárú növény, amely a föld fölött rögtön elágazik. De az ágai vékonyak, csenevészek, és ez sohasem vastagszik meg. A berkekben, a vadonban, az erdőben, az erdőszíleken, de most már a kertekben is különböző bokrok vannak, amelyeknek a termése ehető. Ugye a gyerekek is ezt keresték. Ez, amit itt láttok, ez a som. Ismeritek? Ő a naspolya, vagy nevezik nasgolyának is, attól függ, hogy hol érsz. Tehát naspolya. Ismerős? Ő a füge. Milyen bokor van még az erdőszíleken? Eper. Méghozzá ez a fekete eper. Som. Nem som, galagonya. Vigyázat, nagyon könnyen összekeverhetők. A következőt biztos ismered. Igen, a bodza virág és a bodza bogyó. Ugye a virágból szörpöt készítünk, a bogyóból pedig különböző lekvárok alapanyaga. Nyersen nem is igazán jó, és nem is ajánlott fogyasztani. Ismeritek, ugye a csipkebogyó, nagyszerű tea és lekvár készül belőle, nem mindenhol nevezik csipkebogyónak, van, ahol csepűrózsának nevezik, vagy a bogyóját bicskének is hívják. A csipkebogyó után nézzük a következőt, felismered? Magyaró. Ezt általában szokformájában fogyasztod, áfonya, nagyon egészséges. A következő pedig a kökény, vagyis vadszilva.
Ismerős? Ezek a kertjeinkben is megtalálható ezek a bokrok. Ő a szeder. Nagyon jó, nézd meg, fekete, sötét lila a színe, egész hasonló hozzá, csupán piros a termése, ő a málna. Ismeritek? Piszke, pöszméte, vagy egres, ki hogy ismeri? És végül mondjuk a ribizli fanyar fültyeit látod. Ezek mind megtalálhat az erdőbe, persze az ember behozta a kertjébe. Ugyan te melyiket fogyasztottad? Málna, mogyoró, ribizli, szeder és kökény rajzát látod. Amelyiket már fogyasztottad, a színez ki. A málnát pirosra, a mogyorót világos barnára, a ribizlit pirosra, a szedret sötét lilára és a kökényt kékre. Mit tudunk meg a vers címéből? A vers címe testvérkék. Ugye a testvér szó az rokoni kapcsolatot jelent, vagyis a két gyereknek ugyanazok a szülei. A két gyereknek a neve a kislányi Pannika, a kisfiúé pedig Jancsika. A gyerekek a berekben kerestek terméseket, hogy elfogyasszák. Mendegéltek. Hogy fejezi még ezt ki a költő más szóval? Kószál. Vagy cselleng. Mit gondolsz, mit gyűjthettek? Az előbb felsorolt képekről írjuk ki a szavakat. Málna, mit gyűjthettek még? Mogyorót, rébézlit, szedret és kökény. De nem mindegyik szerepelt a versben. A versben csak a málna szerepelt. Húzzuk alá. Figyeljük meg a vers illusztrációját. A vers mellett van egy kép, amin látsz két gyermeket, sok-sok bokrot és piros pöttyeket a bokron. Mi is az a piros színű termés? Hát a málna. Melyik verszakban van a málna? Melyikben szerepel a málna szó? A harmadik verszakban írjuk szépen oda. Mitől ilyen jó hangú ez a vers? Hát a rímelő pároktól, szópároktól. Kezdjük az első verszakokkal. Az első verszakban szerepel ez a szó, hogy berek. Azzal összecsendve a gyerek szó. Mitől cseng össze? Hogy ugyanaz a vége a szónak. Ek, ek, rek, rek. És egészen az erek, erektől ugyanaz. A második verszakban szerepel a név a Pannika. És összecseng a Jancsika szóval. Ika, ika. Tovább az estelig, megtelig szó cseng össze, a rájuk, ágyuk. Az ágyat régen nem matraccal, tusekkal bélelték ki, hanem derékaljjal. Mi az a derékaj? A derékaj egy nagy zsák, amiben szénát vagy szalmát raktak. Mi a széna? A széna szárított fű, vékony kis levelecskék, amelyek megszáradnak, persze tettek bele különböző jó illatú gyógynövényeket is, a szalma pedig gabona, búza, árpa, rozs, szára, amilyen kis csövecskékből áll, ez pedig adta a derékajnak a tartását, hogy ne essen olyan könnyen össze. Tehát. Mit is tanultuk meg? Mi a széna, mi a szalma? Helyettesítsd be a megfelelő szavakat a mondatokba. A lekaszált és megszáradt füvet, vagy más takarmánynövényt, amit állati eledelként használnak, szénának nevezik. A kicsépelt búza, vagy más gabonaféle szára a szalma. Mondjátok csak, amikor megkérdezik tőletek, hogy széna vagy szalma, ez mit jelent? Hát azt jelenti, hogy válasz. Mit szeretnél? Melyiket akarod? Széna vagy szalma? Jó. Karikázzuk be a helyes választ. Mit jelent álomföldre utaznak? Az utolsó felszakban van.
Ringó hátán egy halnak, álomföldre utaznak. Ez mit jelenthet? A család elutazik a tengerre? Vagy az, hogy anyuka megveti a gyerekek ágyát? Vagy testvérek becsukják a szemüket? Illetve mély álomba merülnek? Hát melyiket is jelentheti? Mikor szoktunk álomföldre utazni? Mikor álmodunk? Amikor mély álomba merülünk. Ahhoz, hogy jó, kellemes álmunk legyen, ahhoz szükségünk van egy jó kis altatóra, nyugalomra. Hallgass csak! Pákolics István, altató. Rozmarink ága hajlik az este. Csillog a csillag valahol messze. Valahol messze, valahol távol, színarany fénye varázsa lángol. Kérjetek estére ti is altatót. Örülök, hogy együtt foglalkoztunk ezzel a verssel. A viszontlátásra!